Nézzünk egy egészen összetett, összefoglaló feladatot. Meg kell határozni az O pont és az adott sík távolságát. A sík és a pont távolsága a két objektum közötti legrövidebb szakasz hossza. Ennek megfelelően lehet szélső értékszámítási problémaként is kezelni ezt a feladatot, de mi most vektoralgebrai megközelítést nézünk. Geometriailag egy pont és egy sík távolsága a pontból a síkra állított merőleges szakasz hosszával egyenlő. Ennek megfelelően egy szakasz hosszát kell meghatározni. A szakasz egyik végpontja ismert, a másikat viszont még meg kell határozni, hogy ki tudjuk számolni az összekötő szakasz hosszát. A merőleges és a sík meccés pontját a már tanult módon meg lehet határozni. Az A ponton átmenő síkra merőleges egyenes, és a sík döfés pontja az a pont, ami nekünk most kelleni fog. Ha felírjuk az egyenes egyenletét, akkor már a döfés pontot könnyedén meg tudjuk határozni. Tehát először az adott ponton átmenő síkra merőleges egyenes egyenletét írjuk fel. Ez a szokásos módon tehető meg. Szükségünk van a felíráshoz egy pontra az egyenestől, valamint egy az egyenessel párhuzamos vektorra. A pontunk adott, a keresett vektor pedig a síkra merőleges vektor lesz, azaz a sík normál vektora megfelel erre a célra. A normál vektort könnyedén felírhatjuk a sík egyenlete alapján. Általános alakban az n egyszer x minusz x0 plusz n kettőszer y minusz y0 plusz n háromszor z minusz z0 egyenlő nulla alakban áll elő a sík egyenlete. Itt az n1, n2 és n3 a normál vektor három komponense. Ezeket a fenti egyenlettel összehasonlítva megkapjuk. A 2x plusz y plusz 2z egyenlő 4 egyenletet picit átalakíthatjuk. Az biztos, hogy az x szorzója 2, az y szorzója 1, az z szorzója pedig szintén 2. Az x0, y0 és z0 pedig a sík egy pontjának koordinátáit jelenti, de igazából mindegy, hogy melyik pontról van szó. Az biztos, hogy a konstans tagot kiadja a koordinátákra felírt egyenlet. Minden esetre a lényeg az, hogy a normál vektor komponensei megjelennek. A normál vektor első sorában az x együtthatója, azaz 2 szerepel, a második sorban az y együtthatója, azaz 1 szerepel, a harmadik sorban pedig a z együtthatója, a 2 szerepel. A síkra merőleges és az O ponton átmenő egyenes egyenlete az általános egyenes egyenlet alapján most már felírható. Az ismert pont helyvektoraként az O helyvektorát helyettesítjük, az ismert irányvektorként pedig a sík normál vektorát. Így x, y, z egyenlő 0, mínusz 1, 0 plusz 10 szer 2, 1, 2-vel. Most jutottunk el addig, hogy megvan az egyenes és a sík is. Az a következő lépés, hogy meghatározzuk az egyenes és a sík döfés pontját. Ehhez azt kell meghatározni, hogy melyik pont koordinátái teljesítik egyszerre az egyenes egyenletét és a sík egyenletét is. Persze érdemes az egyenes vektor egyenlete helyett három skalár egyenletet vizsgálni, így négy külön egyenletünk van a négy ismeretlen, azaz az x, y, z és t meghatározására. Érdemes felírni az egyenes paraméter nélküli egyenletrendszerét. Ehhez mindegyik egyenletből kifejezhetjük a t-t. Az x koordináta egyenletéből t egyenlő x per 2-vel, az y koordináta egyenletéből t egyenlő y plusz 1-el, az z koordináta egyenletéből pedig t egyenlő z per 2-vel. A t-re kapott három kifejezés egyenlővé tételével megvan az egyenes paraméter nélküli egyenletrendszere. Ebből ki tudjuk fejezni például az x-et és az y-t z segítségével, majd az x és y helyére behelyettesíthetjük a kapott kifejezéseket a sík egyenletében. Az x egyenlő z-vel, az y pedig egyenlő z per 2 mínusz 1-el a megfelelő egyenletek átrendezése alapján. A sík egyenletébe ezeket helyettesítsük be. Így a sík egyenlete a 2z plusz z per 2 mínusz 1 plusz 2z egyenlő 4 alakban áll elő. Csak a z az ismeretlen, az könnyedén kifejezhető. A bal oldalon összességében 9 kettet z áll, a mínusz 1-et átviszük a jobb oldalra, így a jobb oldalon 5 áll. Átszorzással megkapjuk, hogy z egyenlő 10 9-eddel.
x egyenlő z-vel, tehát x is 10/9-ed, y pedig egyenlő z/2-1-el, azaz mínusz 4/9-eddel. Azaz a p 10/9-ed mínusz 4/9-ed 10/9-ed pont az egyenes döfés pontja a síkon. A síkon ez a pont van legközelebb a feladat szövegében adott A ponthoz. Ahogy már megbeszéltük, ennek a P pontnak és az A pontnak a távolsága jelenti a sík és az A pont távolságát. Ezt a távolságot felírhatjuk a koordinátageometriai távolság definíció alapján, vagy úgy, hogy felírjuk a két pontot összekötő vektort és meghatározzuk annak a hosszát. Az O-ból P-be mutató vektor a P helyvektorának és az O helyvektorának a különbségeként adódik. Az E-vel jelölt vektor egyenlő a 10/9-ed, 5/9-ed, 10/9-eddel. Mivel a távolság az összekötő vektor hosszával egyenlő, ezért vegyük az előbb kiszámolt vektor hosszát, a D-vel jelölt távolság a vektor komponensének négyzetösszegéből vegyük kell egyenlő. Számszerűen 5 harmad egységre van az O pont a síktól. Koordináta geometriailag felírva a távolságot, annyi a különbség, hogy az O és a P pontok koordinátáinak különbségeit emeljük négyzetre, azokat összegezzük, és ebből vonunk gyököt. Az eredmény természetesen ugyanaz, mint a másik módszerrel, mivel a képlet is egy az egyben megegyezik, csak a második összefüggést használva egy lépést kihagyhatunk. Mindegy, hogy hogyan dolgozunk.